Jó estét kívánok a kedves nézőknek, tisztelt főorvos úr, tisztelt Tamás atya, szeretettel köszöntök mindenkit advent második vasárnapján innen Székesfehérvárról, a Városháza dísztermében. Egy héttel ezelőtt kigyúltak az adventi fények gyönyörű belvárosunkban, bár a megszokott színpadi programokat, ahogy látjuk, sajnos nélkülöznünk kell a Városház téren, a főutcán. Ennek ellenére nagyon-nagyon sokan tettek sétát, hogy megcsodálják a kivilágított városházát, a díszudvarban felállított Betlehemet, a téren csillogó és persze fényben úszó, minden évben nagyon-nagyon kedvelt gömböket. A gyerekek számára persze most is a kisvonat a legnagyobb sztár, öröm volt látni a sok apróságot a kerítés körül, ahogy nagy kerek szemekkel figyelték a mozdonyt, illetve az ajándékokkal megrakott kocsikat. A megszokott programokról most sem kell teljes mértékben lemondani, a városnak most is van természetesen adventi naptára, igaz, ez az online térbe költözött, de azok, akik az ablakot mögött rejtőznek, ugyanolyan szeretettel és odaadással adják át a meglepetéseket, mintha ugyanezt élőben tennék. December 24-ig minden nap 19 órakor láthatnak élőben, ebben a virtuális térben egy-egy kinyíló ablakot, egyébként a város közösségi oldalán a www.facebook.com/fehérvár oldalon lehet követni. A második adventi vasárnapot a múlt heti vers után most egy szép zeneművel köszöntjük. A Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és ami tanára, a Prima Díjas Zsikó zenekar szólistája, Zsikó Zsuzsanna következik, aki Mikor Máriához az Isten angyala kezdetű bukovinai adventi népdalt énekli. Mikor Máriához az Isten angyala Názáret városba az égből leszálló két szent imádságba a szűzhöz így szól a üdvözlégy te kegyes Isten szép leánya Jessétől származott Ádám unokája legtisztább rajzatja, Áron veszélyének megújult virága. Téged az Úr Isten leginkább szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett. Kilenc angyali kar koronát készített, hogy megkoronázza azzal szent fejedet. Azért készíts szállást az Isten fiának, mert tégedet vallott szent az ő szállásának. Téged mond az írás Salamon házának. Világ
Hallgassa meg az Úr az én házamat. Ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat. Fényes hajnal után hozza fel napomat, hogy én es láthassam az én Krisztusomat. Amen. Zsigó Zsuzsannának köszönjük szépen az élményt. A fehérváriak adventi koszorúján a második gyertyát dr. Szarvas József sebész főorvos és Ugris Tamás pápai káplán irodaigazgató közösen gyújtja meg. Először kérném főorvos urat, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Kedves fehérváriak, nagy megtiszteltetés ez nekem, hogy polgármester úrtól kaptam egy ilyen felkérést, megmondom őszintén, hogy váratlanul ért, és kicsit zavarba is vagyok, talán meg is vagyok hatódva. Úgy gondolom, hogy orvosként nem bújhatok ki a bőrömből, és valamiféle egészségüggyel kapcsolatos dolgról kéne beszélnem. Fertőtlenítésről, takarításról és rendrakásról. Mit is ünneplünk? Ugye ezt mindenki tudja, hogy a karácsony, és amire készülünk, az nem az ajándékozás ünnepe. Meg nem is a vendégjárásé, nem is a beigli és halászlievésé, de talán még nem is a szeretet világnapja. Ha a szeretet világévévé tudnánk tenni, azzal ki is lehetne egyezni. Van víz világnapja is, de nem csak a víz világnapján mosakszunk és iszunk vizet. Tehát így felfogni a karácsonyt, azt hiszem, hogy téves. Mire készülünk? Vendégvárásra, mégpedig egy csecsemő fog érkezni hozzánk. Mi a teendő, amikor a házba egy kisded érkezik? Nyilvánvalóan rendet kell tenni, ki kell takarítani, mindent, ami neki árthat, azt el kell távolítani. De ez a csecsemő nem a kis szobába, vagy a nappaliba, vagy a karácsonyfa alá fog megszületni, hanem ide belül. Ennek megfelelően kell a takarításhoz is hozzáállnunk. Egy kis prezentációt készítettem, talán megbocsátják nekem, hogy elég hevenyészet. Nem tudom, hogy mennyire látszik a kamerákba, így most igen. Tehát ez az adventi nagytakarítás belül, hogy a belénk születő, nálunk lakást vevő, megtestesült szeretetet fogadni tudjuk, több szinten kell, hogy megvalósuljon. Belül, ez itt egy agy akar lenni, szerencsére nem vagyok anatómus vagy idegsebész, ezért megbocsáthatják ezt nekem, hogy ez ilyenre sikerült. Tehát a tudatunkba, az agyunkba, a fejünkbe, az érzéseink között, a szívünkben, ez van ugye belül. És a házon kívül is rendet kell tenni, ami pedig a belőlünk kikerülő dolgokban nyilvánul meg, a megnyilvánulásunkban, amit kimondunk, teszünk, cselekszünk. Mik azok a mérgező ágensek, amiktől meg kell szabadulni? Ezekre gondoltam én. Nyilván lesz még sok,
hogyha ezt végig gondolják kicsit. Ítsuk ki a félelmeinket. Hogyan? Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, azzal kapcsolatban, amitől félünk. Betegségtől tegyük föl a maszkot, mossunk kezet, tartsuk be a szabályokat. Elhízástól ne együnk annyit. Öregedéstől tartsuk magunkat fitten. De ez nem mindig sikerül, és előfordul, hogy annak ellenére, hogy legjobban igyekszünk elkerülni ezeket a dolgokat, mégis bekövetkezik, amit nem vártunk, mondjuk egy munkahely elvesztése, egy szerettünknek az elvesztése. Ekkor fogadjuk el ezt a helyzetet, és próbáljuk az előállt helyzetből a legjobbat, lehető legjobbat kihozni. Egy másik ilyen káros ágens lehet a vélt vagy valós megbántottságaink. Ezeknek a dédelgetése, hogy ezektől nem tudunk, nem akarunk szabadulni, tartjuk a haragot, mi a megoldás, mi a gyógyszer, a fertőtlenítőszer. Alkalmat adni, vagy keresni arra, hogy ezt a bocsánatkérést, vagy jóvátételt meg tudjuk tenni. Vagy meg tudja tenni az, aki úgy gondoljuk, hogy velünk szemben valami rosszat tett. Ne bújjunk el tőle, ne kerüljük a találkozást. Függőségek, rossz szokások, babonák, internetfüggőség, alkohol, nikotin. Mi a megoldás? Először is föl kell ismerni, hogy ez minket megkötöz, hogy lehúz. Meg kell fogalmazni, tudatossá kell tenni a problémát, és igényünk kell, hogy keletkezzen a változtatásra. Nem mindig sikerül ezt önerőből megtenni, akkor ne szégyeljünk, vagy rösteljünk külső segítséget kérni. Akár barát, családtag, pszichológus, lelkivezető személyében. Irigység. Lehetünk irigyek arra, aki nálunk úgy gondoljuk, hogy gazdagabb, pedig nem is dolgozik többet, aki szebb, dúsabb a haja, fiatalabb, bármi okozhat, vagy adhat okot az irigységre. Helyezzük el magunkat reálisan felmérve a helyünket a világban. Nézzük meg azt, hogy hányszor több ember, aki szegénységben él, és hányan vannak, akik gazdagabbak nálunk. Hogyha behelyezzük magunkat a sorba, és nem csak egyik irányban, hanem a másik irányban is tekintünk, akkor lehet, hogy könnyebb lesz magunkat jól érezni. Őszintétlenség, hazugság. Ha naponta egy olyan vízből kell innunk, amit valamit beszennyez, mondjuk egy hordozott hazugság, egy eltitkolt bármi, az egyrészt nem esik jól ebből a pohárból inni, másrészt megbetegíthet bennünket. Öntsük ezt ki, és töltsük tiszta vizet a pohárba. És hogyha már minden ragyog és tiszta, akkor meg kell tartani ezt az elért jó állapotot. Mert előfordulhat, hogy a készülődés hevében kifröccsen egy indulat, egy rossz megjegyzés, egy hangos szó. Hogyha ezt akkor frissíve egy puha szivacsal letöröljük, akkor nem marad nyoma a foltnak. Ha hagyjuk rászáradni, akkor már csak nagy energiákkal, nagy sikálással lehet eltávolítani, és a dőzsi szivacs az karcokat hagy maga után a pulton. Vagy ha véletlenül leverünk egy poharat,
megsértünk valakit, valamit összetörünk a kapcsolatunkban, akkor ne forduljunk el, és majd megoldja valahogy ő az oka, hanem mondjuk azt, hogy állj meg, ne mozdulj, hozok neked egy papucsot, lép bele, ne sérülj meg az összetört szilánkok által, és együtt, vagy akár mi magunk, szedjük össze ezeket a cserepeket. És hogyha már minden készen áll, akkor díszítsük fel a karácsonyfánkat. Mivel? Apró jó cselekedettekkel, figyelmességekkel, magam elé engedek a bevásárlóközpontban valakit, akinek csak két dolog van a kocsijában, az enyém meg tele van. Bármi apróság, akár családon belül. Jótékonykodás. Most különösen könnyű megtalálni azokat a csatornákat, ahol a képességeinkhez, lehetőségeinkhez mérten adakozhatunk, akár egy pár száz forintos telefonhívással, jónak lenni jó, vagy egy cipős doboz akcióval, vagy a karitatív szervezetek segítségével, vagy egyénileg. És ha személyes üdvözletekkel örvendeztetünk meg valakit, nem egy képes lap, amin bekarikázzuk, ami rá van nyomtatva, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, hanem mellírunk még valamit, vagy írunk akár egy levelet, vagy egy telefont megeresztünk, hogy gondolunk rád ebben az ünnepi időszakban, az sokat jelent. Talán még a szellőztetés az, ami fontos lenne. A keletkező nehéz levegőt, rossz szagokat engedjük ki, engedjük be a karácsonyi illatokat, a kívülről jövő nagyon sok karácsonyi élményt, adjunk magunknak egy kis szabadidőt is, hogy békében juthassunk el a karácsonyig. Van még idő, a karácsonyi jó takarítást kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen főorvos úrnak a gondolatait, és tényleg valóban érdemes ezeket megfogadni. A folytatásban pedig felkérném Ugris Tamás urat, hogy mondja elő is ünnepi gondolatait. Tisztelt fehérvári polgárok, Krisztusban kedves testvéreim! Advent második vasárnapján az evangéliumban keresztelő Szent János alakja jelenik meg előttünk. Ő a proféták közül a legnagyobb, aki teveszőrből készült ruhát viselt, étele sáska és vadméz volt, és aki minden ember számára meghirdette az adventi lelki programot, készítsétek el az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Keresztelő Szent János nem arra gondol, hogy most el kellene kezdeni egymásra mutogatni, hogy neked miben kellene megváltoznod, te hogyan lehetnél jobb, mit kellene másként csinálnod az életedben. Keresztelő Szent János fölhívása elsősorban nekem szól, elsősorban nekünk szól. Tudnélik, hogy magadon kezdjed el az útkészítést, magadon kezdjed el a rendrakást. Hogy talán több igazság legyen a szavaidban, és több szeretet a tetteidben. Hogy elutasítsál mindenfajta hazugságot, féligazságot, mindenfajta csúsztatást, hogy tudjál lemondani az önzőségről, tudjál lemondani a haragról, mindenfajta indulatról. Az embernek először a maga szívében, a maga lelkében kell rendet raknia, és ez sugárzódik ki a környezetére. Tulajdonképpen példakép lehet az ember a másik számára, amikor jobb akar lenni, nagyobb igazságban és nagyobb szeretetben élni. Advent az Úr jövet, készület ideje, készületnek a megszentelése. Mondhatjuk azt, hogy közel van hozzánk az Úr, hiszen mennybe menetele előtt megígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nem is ez a kérdés, hogy velünk van-e az Isten. A nagy kérdés, hogy mi vajon az Istennel vagyunk-e. Beengedem-e a szívembe,
beengedem-e családi életembe, beengedem-e a világomban azt az Istent, aki jóság, aki béke, aki szeretet. Ha megérzünk valamit abból az üzenetből, amit keresztelő Szent János nekünk is mond, készíthetjük az Úr útját szívünkbe, lelkünkbe, készíthetjük az Úr útját közösségeinkben, engedhetjük a betlehemi gyermeknek, aki jelen van az életünkben, hogy valóban jelen is legyen, és ahogy egy gyermekhez illik, növekedjék bennünk. Ez teszi teljessé adventi készületünket, és ez tegye teljessé karácsonyi örömünket, békénket. Köszönjük szépen, most pedig kérem önöket, hogy gyújtsuk meg városunk második adventi gyertyáját is. Köszönöm szépen, és természetesen köszönjük a televízió nézőknek, hogy velünk tartottak a második adventi gyertya gyújtására. Ha tehetik, természetesen minden szabály betartásával látogassanak be a belvárosba. A gyerekeknek mindenképpen mutassák meg a kisvonatot, és tényleg fényképezkedjenek, és vigyék a fehérvári advent szépségét hírül, akár a közösségi médiában, akár pedig természetesen szájhagyomány útján. Legközelebb pedig egy hét múlva találkozunk, szintén 17 órától. Innen a Városháza dísztermében várunk mindenkit már a harmadik adventi gyertya meggyújtására. Mindenkinek további szép estét kívánunk, viszontlátásra!